gyere ide, kell, hogy beszéljünk, szívem, gyere ide. Iram, gyere ide. Gyere ide, szeretném. Kell, hogy beszéljünk. Van, amíg elszámolom, van be. Először, mielőtt elszámolunk, van egy ötletem. A mai naptól nem cumizhatsz. A mai naptól nincsen cumi. Mondza, ide, ide, a mai naptól nincsen cumi. És kiviszem a kukába, vidd ki a kukába. Következő cumi után, nem akarom, buksanak akarom adni. Mai naptól nincs cumi, add ide, hogy vigyelünk. Mai naptól nagy kislány vagy. Nem vagyok. Fölvigyelünk egy sékletet, Istenem, lázat leszel. Leszek, szerint kész, most búcsúzzál, gyere, vigyük ki, nem értek el. Vigyük ki. Sirattasad ma a kislányba, nincs cumi, hát nem kell, nincs cumi. Nem túlzol ma! Szépen csak. Hát ez egy jó kislány. Hát akkor ma egy sírat egész nap. Nincs ma. Nincs ma. Na jó van macsajé. Van, jó van, én vagyok neki az apja, majd én vízé nevelgetem őt. Na, figyelj ide csajé. Álomban elvitte a cumit. Na, eredj innen én. Na kislány vagy, ma lassan 4 éves vagy. Mennyi lesz lassan? 4 éves. Lassan 5. Mi, ma hány éves? 5 lesz jövőre. Mit tudom ma, hogy hínak ma engem, hogy... Nincs ma cumi, viszlát cumi. Nincs cumi, de én van ma cumi. La rajta múlva, ez mind menne ki a kukába. Ki hozta ezt a hülyeséget? Hát Győző, ki hozta? Győző, miért nem rakta össze akkor? Idehoz minden limlomot el. A kapuk is szét vannak szedve. Árja, ma, valami kerítés is van itt az égre. Ez... Itt van a kerítés a kezemben. Na, azt ad ide? Ahhoz na, kéne... itt van. Nem, ahhoz kéne az, ami elő, ott. De. Jaj, az a szél ide jön, nem? Nem. Világ, vigyom. Ez itt az ő. A lépcső itt van rajta. Akkor az én lépcsőm hol meg... van? Itt van-e? Akkor itt még, jaj, vagy neked sincs ott. Akkor ezt le kell azért. Várja, nem. Na, kérlek, szépen. Van ez a dupla ajtó, ezt tett ide bele. Itt van, azt akarom, de nem megy bele. Hoppá! Hoppá! Semmi baj. Aha, ide. Várja. Ez ilyen... Ez kívülök, ez az ajtót. Kell bele ez a fehér hülyesége, valami? Gondolom én. Na, ebben még van valami. Kicsit. Nem, hidd el, ezt nagyon jól meg lehet csinálni. Borzasztó. Borzasztó? Lesújtó? Hát Győzi, ez a tesztfotó. Az más kérdés, hogy neked mi tetszik meg nekünk, meg később mi lesz, ha
sűrű, de valóban ezek nem rosszak, csak mindig ugyanaz az arcod. Győző, csalódtál? Mm. Mert? Azt hittem, hogy jobb leszek. Tudod, mi az én bajom? Az én bajom, hogy annyit lefogytam, hogy az arcom olyan szinten megöregedett, mint a pusztulatnak. Volt az a kis dagadt arcom, most meg olyan arcom van basszus, hogy nem ismerek magamra. Hát mindegy, ez van. Egyébként jó, hogy szembesültél önmagaddal szerintem, mert ez egy fricska önmagadnak, hogy minden nem lehetsz. Nem lehetsz topmodell. Látod, le vagyunk kohatkozva, Csai. Annyi gered van, mi? Állandóan cumizgat, de azt a cumit a Csai. Add ide, jön. Ó, basszus, na most még nagyobb, mint volt. Ha most a tagadás ment le róla. Olvastad be? Még nem, még csak megvagytam. Nőtike. Ne így beszélj, Marti. De így beszélj. Ki kéne fújni a dolgokat? Attól van mindenre. Na. Segítsd, Tike. Szereted Győzikét? De, elmegyek az orvoshoz, jó. Hát ez így nem működik. Szemékhez menj el, nagyon csúnyán szemed. Hallod? Nem kell egész nap megkötni meg mindent. Tegyél napszemüveget, az járkalja. Kicsit elvegőr is kell lenni. Annyira fész, hogy nem tudsz arra mondani. De mondd már meg, hogy mit vétettem. Mit vétettek a kukám? Csúlya? Gyújbi, a kis apukám. Nagyon beszél. Legyen szimmetrikus. Látásromlás van? Ilyen bevillanzik. És melyik a rosszabb? Hogy nézem, csak úgy láttam, hogy a bal oldalát érteni. Jó. Kiteszik húzni magát. Jó, amit a kollégani mutat számunkat, tessék már szíves lenni mondani. 42-78. Tovább? Nem látom. Így a jobb? Vagy így a jobb? 21 lehet, hogy 22. Hasonló. 27-es. Segítek egy kicsit, legalsó. Az pedig 12-13. 73. Doktor úr, így, hogy megvertek, így romolhat a látásom? Hát Győző, megvizsgáljuk, és akkor mindjárt megbeszéljük, jó? Beletettél egy ilyet, igaz? Nem. De hazudol, megnő az orrod. Nem. Hát te abban miért tettél tájport? Nem tettem. Még ki tett vele? Ki jött? Én nem. Miért kell hazudni? Mit fogja? Nem tettem bele semmit! Én nem! Hát utána csinál a tiramisszót is, igaz? Fáj, ha megnyomom? Uh-huh. Érzékeny, ugye? Bocs. Jó. Megtereljem. Nem tudom, azt hát kérdezek olyat, hogy nem fogok megvakulni. Hát azért megvakulni nem fog Győző, de ez, ami történt, ez... Az a baj, hogy mikor megütött, akkor elsötétült minden, meg így, hogyha bevillamzott volna az egész. Hát mert a nagy ütéstől megváltozott, persze, a szemnek hirtelen a szervezete. Ez a piros, ez egy komoly kötőhártya vérzés, de ez fel fog szívódni, de hát azt kell mondjam, hogy ez még nagyobb lesz Győző. Egy 2-3 nap alatt még nagyobb lesz, fel fog utána szívódni, de egyelőre egy ilyen szépen megy, el fog terülni, nem kell tőle megijedni, jó? És egy olyan 10-12 nap múlva be kellene jönni hozzám újra,
mert ilyen ütésnél előfordulhat, hogy olyan szakadás lesz az ideghártyán, hátul bent a szemben. Te nagyon könnyezik a szemem, meg viszkel. De ne nyúljon már oda, hallod? Annál rosszabb, mert nem pihen. Csupa kéne tartani. Nem látom, hogy aludja. Szélgörök is. Mitől? Nem tudom. Szerintem a sok nyugtatót. Akkor feküdjél a... Take it to fun. Man, you go so hard. Slap up a glass. Don't wanna stay. Hol a kocsi kulcs, meg kimegyek, azt hozok be valami ízét, rajja, sebb tapasztalat, nem nyúlsz oda. Ez jó lenne, kössük le. De így, hogy így be kell hozzá húgyni? Tehát nem, majd ízével csinálom, mert hozzám van. De hol a kocsi kulcsa? Ott van valami, vagy a radiátor, ott van. Hát ez nagyon nagy. Jó van, Macsi, kösd be a bossz, jó van! Ezt így fogd ide. Hát ez egy kicsit nagy. Mit mondom, hogy ragasz barz, hagyd menjek ma a... Fa? Nem. Ez hogy tett? Ide tegyél, míg alul rossz, jó van-e? Engedem? Jó van, ma még izébe raksz. Na. Hát azért mondtam, hogy slégan kellett volna. Mi szerinted hogy raktam? Hogy mi? Így! Így? Úgy! Ó, nem vagy nevetséges, csöppet sem. Jó, de azt az orromot nem kell legizni. Na így. Így most már nem nyúlsz hozzá, ott jó, van ez. Na jó ez. Na, hagyj feküdjek le. Na, szia. Szia. Csaj, így nem látok. Kicsit így elveszem. Ezt a másikat nyisd ki, hogy ne? Azt is csukd be a másikat. Nyisd ki a szemeidet. Kapcsold ma le a villa. Hol? Na, várj, majd feküdjek, ma semmit nem látok. Kocsi kulcsa látszol. Ja. Nyara, amerik kettő. Na jó, és szakad már, gyerek. Én nem látok itt semmit. De mit akarsz látni este? Razi, van, hogy este nyúlj oda, mikor alszol. Na, pont jó így. Jó van, nagyon így. Aj, Isten. Hol vagy? Nem látlak, gyere ide, hogy fejé jöjjön! Te de beját, te tudtál róla, hogy egyes kapottál, ah? Hát nem mondtuk el neked. Szeret, és hogy mondd el, hogy apa, hadd én, akkor mondd el, hogy nézd akkor. Akkor nézd, és nézd a várja ma! Nem ma! De már mondtam, hogy apukoljak el! Monti, a fiú eltűnt. Örösi asztás, a madár kirepült a kalitkával. Atya úristen! Képzeld el, az éjszaka elzuhantam. Tudod, milyen vagy? Semmilyen, nem mondjál semmit. Mint volt az a szlovák mesefilm, a két balkezese. Na, ugyanaz! Este elzuhantam, ha nem jöttél segíteni, biztosan. Ha nem jöttem segíteni, hát aludtam. Nem, az onnan elindultam, papi. Api! Dötike! Dötike! Lehet, hogy megütöttem a fejemet is, egy rossz kutast is kaptam megint. A mihanta is? Nem emlékszek kétszak, hogy mi volt. Aludtál, biztos azért. Mert ugye... Na, jó van. Öld a fel a fejem, Istenem. Lehet, hogy ezt a kötésektől... Én nem legyek. Szia! Mit kérdezte a partó, Virgyi? Igen? Szia!
Jaj, jó reggel. Úgy szeretek veled aludni. Olyan jó veled aludni. Olyan jó. Sajnálod apucit? Ezt a cumit miért nem lehet ma eldobnie? Minek kell majd nadlannak cumiznie? Figyelj ideje, gyere ideje. Várjál, gyere ideje. Gyere ide, mert jó kedvembe találsz, mert gyere ideje. Figyelj ideje. Tegyük el a cumit. Várjál már, várjál már. Tegyük el a cumit, azt elviszlek téged vásárolni. Na, megyünk boltba? Veszek neked Barbie ruhát, Barbie házat. Ha kell, veszek neked egy nagy izé panelépületet is. Csak dobjuk el a cumit, oké? Okay? Na, akkor várjon majd, de figyelj, mert ne egyesítsél ma fel. Na figyelj, de ha nem tesszük el a cumit, úgy jársz, mint Győzike. Érted? Ha nem tesszük el a cumit, úgy jársz, mint Győzike, szemed alatt kokesz lesz. Látod? Én nem adtam autogramot, megütöttek. Te meg, ha nem teszed el a cumit, te is kikapsz. Na, kidobhatom a cumit? Na majd én kidobom, az anyád, Szentsi, az anyád, bohú, egy cumi. Na ja, ott van a... Ott van a... Nincs egy cumi, ja. Kidobtam, tessék. Nincs cumi. Gyere ide, beszéljük meg, gyere ide. Hol vagy? Nem látlak, gyere ide, csaj, én. Gyere ide, csaj, nem látlak, gyere ide, én. Ma nagy kislám vagy, Virág. Nem, te ma nagy kislám vagy. Ilyenkor ma a kislányok elszoktak a cumit ma rakni. Kisbaba, hány éves vagy? Hány éves vagy? Egy? Egy vagy kettő? Na, gyere. Jó, de többet ma nem cumizol. Összeset összeszedjük. Gyere, összeszedjük a házba, jó? Gyere. Jaj! Jaj, csaj, te nagyon sokat tisztak. Azt mondta az orvos, hogy ne emeljél, elegesed már a lant, hülye. Na figyelj, de beszéljük meg. Mit szeretnél ajándékba kapni a cumit? Semmi. Na, de ma többet nem cumizhatsz, gyere, beszéljük meg. Jó? Na, nagy kislány vagy, fél kell fogni. Na, csincsen ma a cumi, elloptak ma, kidobtam. Ki fogsz esni? Most nézd, hogy megkeresi a cumi alatt. Hova mi? A másik szemed is karikás, nagyon betűnik. Csodálkozol, legszesebben ma mennék dolgozni. Te nem lehet, hogy itt rohadok meg ebbe az agyba. Látod, milyen világot élünk. Már most jobb vigyázni mindenre, anyukám. Már most lassan azt veszed észt, hogy ellopnak minket. Ennek meg cumi kell, le kell szokni a cumiról. Nagylannak kell már lenni, erősnek kell lenni. Mint apa, erős. Lett volna nálam valami Wailing, vagy valami Majföld, hövertem volna őket. Üttek, de nagyon nagy dolog. Nagy dicsőség, hogy megverték Gáspár Győző. Nagy dicsőség. Hogy a jó Isten ragaszta őket össze. És Maxkos? Akkor ebből? Evelyn. Evelyn, Virág. Ez a Gabika. Gabika. Gokorka. Nikolas. Ott van a... Nincs cumi, hagyjad. Melyik mit? Az nem jó. De én azt akarom. Hát én meg azt nem akarom. Gyere majd ide, gyerek, kezd téged. Nem haza akarok menni, szerintem mindenki engem mesítte. Mindenki kérdezgető, hogy mi van veled, mi történt. Gyerünk ma haza. Na, mindenki, mi van a szemeddel? Mi van az? Majd veszünk ma, mi csinos vegyünk ma a csomagot. Mindenki, mi történt veled? Hogy vertek meg? Mi vertek meg? Nekem ebből van ma elegem. Ja, így művész úr, úgy, mi verték meg? Mi van leragasztva? Mindenki kérdezősködő. Gyerünk ma haza. Na, gyerünk haza. Ma csomagot, ma vettem olyan. Na, amen ma. Hát ez hova megy? Ő tudja, még kevesen vannak, egy gyertek ideje. Itt nincs még a jégkrém, a jégkrém. Na, akkor hozzá a jégkrémet, mert én beállok fizetni a nyuka. Menj hozzá a jégkrémet. Cumi! Mi esett a cumi? Akkor majd csomó. Ki esett a cumi? Ki esett a cumia? Nem baj. De baj! Na mennyi, vegyetek ma akkor egy cumit, azt akkor mennyi, megvallak itt kintiteket. Milyen kell, ilyen technikás, hogy milyen? Ilyen még nem volt ilyen tigrisesek.
tudjuk erről, hogy új, oké? Na, vidd oda, majd kifizetjük. Az a csíra kocskája, nem meg! Melyikkel? Csíra kocskája! Akkor leszoksz a cukiról. Nem! Hogyha ezt nem vesszük meg, akkor nincs több cumi. Csaj, itt mindenki fészemű, dicsak. Annak is fészemű van, ennek is. Ennek is. Most engem kell utánozni, igen. De ennyi most akkor gyar, azt menj angolul arra a csajjá. Gondol után bár is kínai pizza. Ez is szépe. Hát az zsákba. Ó! Na! Adjába! Adjába! De miért? Adjam ma! De már mondtam, hát nem szóljak rá! Tiszta a dolgatal, menjél fel és akkor öltözzél a... Úgy sem sehova, minek ütjük, de fel. Tessék? Na, úgy sem megyek sehova, minek öltözzek át. Azért gyapad neki a bajorra. Ha látod, milyen idegbeteg. Majd minden beszélkedik. Menjél fel szépen. Egy baj neked, hogy itt vagyok? Nem az a baj, hogy itt vagy. Az, hogy sebben nem nincs pakolva, se a vers nincs megtanulva, majd egy buharmas kapta. Semmi más bajom nincsen. Igen? Amit tudja meg apa, hogy majd egy buharmas kapta, biztos kapni fog. Na ennyi. Ne szívi, szívi, oké, oké.